szerkesztője, sorozat szerkesztője, szerebrája. Úgyhogy ezzel meg is határozza a mai este alap tematikát, ami egy ünnep, könyvünnep, méghozzá két ö, megjelenő könyv ö, ünnepe. A Down to Earth ö, ö, ugye Szabó Bálint ö, kollégámmal ö, most már ö, lassan könnyen mondhatjuk, hogy sokadik éve szervezzük, ez az ötödik alkalom. Úgyhogy örülünk, hogy a járványhelyzet ellenére is ilyen sokan itt vannak, itt vagytok közöttünk. És külön köszönöm, hogy mindenki hordja a maszkot, ugye itt ez volna az előírás. Úgyhogy a maszkok miatt is, meg amúgy is azért nem lesz most túlságosan is feleslegesen hosszúra nyújtva a mai este, Három fő részből fog állni a, a, a ö, bemutató. Először is ö, Seregi Tamás filozófus, az Ötös Lorán Tudomány Egyetem oktatója fogja bemutatni Michel-Szer a Természeti Szerződés című munkáját, illetve Michel-Szer könyvét, amit ö, Tamás maga fordított. Ezt követően pedig Cséfalvai András, a Pozsonyban élő képzőművész fog rendhagyó performance keretében a Bruno Latour gondolkodásáról, illetve azt valamiképpen a képzőművészet vonatkozásában elénk tálalni. Annál is inkább, mivel a harmadik program az pedig Bruno Latour hibrid gondolkodás című magyarul először ebben a formában megjelenő válogás kötetének bemutatója lesz. Méghozzá a kiárat kiadó szerkesztőjével, illetve a kötet fordítójával. Ami nagyon fontos még, hogy szeretném megköszönni ezúttal is a Francia Intézetnek, hogy támogatja ezt az eseményt, illetve hogy velünk közösen szervezi, illetve külön köszönet, hogy a megjelenő kötetekben is jelentős segítséget nyújtottak. Nem is húznám nagyon a bemutatkozást, illetve a, a, az előszót hosszúra. Annyit azért még megjegyeznék, hogy ezzel talán kicsit megágyazunk ennek a, ennek a hibridizációnak, amit Michel Szer és Latour egy lapon említése is jelez, hogy én a magam részén először Berlin tanulmányom során találkoztam Bruno Latour nevével egy olvasó szemináriumon, ahol érdekes módon éppen egy, nem, a szokásos, vagy hát a jól ismert Latour könyvek, hanem egy Michel Szerrel közös beszélgető könyvük volt terítéken, ami a térről, az időről és a tudományról szólt. Egy ilyen rendhagyó, szinte a platonikus dialógusokat felidéző hosszú beszélgetés sorozatnak az írott rögzített anyaga volt, és tulajdonképpen nekem ott ö, ö, kezdődött el így személyesen az érdeklődésem ö, ö, mindkét filozófus munkával kapcsolatban külön-külön is. Ö, de ö, ha minden igaz, akkor ö, ö, tamás te, Michel-Szerrel ugye ö, régebb óta foglalkozom, Úgyhogy szerintem érdekes lesz így először megnézni, hogy, hogy először volt Szer és utána Latúr, majd aztán ez, hogy hogyan hibridizálható, az egy következő kérdés. Úgyhogy nem is húzom tovább az időt, átadom a szót Seregi Tamásnak. Jó, köszönöm szépen, annyit még talán hadd fűzzek hozzá, hogy itt ugye mester és tanítvány viszonyról van szó. Tehát amikor az az interjúkötet készült, akkor úgy, tulajdonképpen a interjú volt a SZERT, de hát azért ez egy, ez egy egyenrangú beszélgetés lett aztán a végén. A, ez azért is fontos mondani, mert a Szer neve szerintem sokkal ismeretlenebb a magyar olvasóknak, vagy azoknak, akik csak magyarul olvasnak. Úgyhogy talán nem is árt bemutatni, vagy nem ártana bemutatni, ha lenne több időnk rá. Azért lenne az nehéz, mert nem csak, ezt, nem csak őt kéne bemutatni, hanem tulajdonképpen azt az egész francia tudományfilozófiai vonulatot, ami nagyon meghatározó része a francia filozófiának, és amiről itt Magyarországon nagyon keveset tudunk, nagyon kevés könyv van lefordítva, amikor, a, ha már ez a kötet szóba került, az úgy kezdődik, hogy a szer elkezd beszélni arról, hogy ő hogy is indult a pályáján. Ugye Ennek két nagyon fontos momentuma van. Az egyik az az, hogy hajós, ha, ha, hajózási iskolába járt. Tehát ő egy, ő, ő egy folyami hajós tulajdonképpen. Ő egy dél franciaországban született ember, a spanyol határ közelében, egy kisvárosban, a Garon folyó mentén van ez a kisváros, és úgy nőtt fel, és aztán tulajdonképpen egész életében ez végig kísérte, hogyha elolvassák bármelyik könyvét nagyjából, abban biztos, hogy van valami a... A, a hajózásról ö, nagyon érzéki, élményszerű leírásokat tud ö, szer ö, produkálni. Erről, hogy milyen az, amikor tűzüt ki egy hajón, például, vagy ö, ebben a kö, kö, kötetben ugye arról ír, hogy mi, mi történik, amikor kihajózunk. Ugye ez az utolsó fejezete, ez a kötelek eloldozás című fejezetben van például. Na, tehát, hogy ő egy, ő, ő, ő egy hajós volt, és aztán elment egyetemre, ahol matematikát, fizikát, illetve filozófiát kezdett el tanulni, és azt, ír, azt mondja a hogy amikor ő a filozófia szakra ment, akkor nagyjából két lehetőség volt, amit egyik se tetszett neki. Az egyik az az, hogy elinduljon a marxizmus útján, a második pedig az, hogy elinduljon a fenomenológia útján. És aki egyiket se akarta, hogy ő sem akarta, és más is volt a beállítódása, ők bekapcsolódtak tulajdonképpen ebbe a nagyon masszív francia tudományfilozófiai vonalba, amely egészen Dékártig vagy még korábbra vezethető vissza, és minden évszázadban nagyon jel jelentős fil filozófusokat vonultat fel. Még annyi talán, hogy magyarul egy pici kis könyvecskéje van, amit Rományi Török Gábor fordított, annak az a cím, hogy a zene. Ez egy nagyon szép kis könyv, de nem reprezentatív, mondjuk úgy. Kicsit ez a könyv, ezt azért választottam, vagy azért ezt választottam, mert azt gondolom, hogy Amellett, hogy aktuális, vagy nem tudom én, menő az a téma, amivel foglalkozik, tehát ez az egész ökológiai kérdés, de közben tulajdonképpen az egész filozófiájának a, a, egy kicsit az összefoglalója 30 évvel ezelőtt jelent meg, ugye 1990-ben, tehát az ökológiai gondolkodásnak is egy viszonylag korai produktuma. A 80-as években írta, hogy azt egy részben említi is. És azért nehéz tulajdonképpen olvasni, mert hogyha nem ismerjük az életművet, akkor nem látjuk azokat a linkeket, tehát azokat a szavakat, fogalmakat, amelyek ott vannak benne és amelyek mindegyike mögött egy-egy könyv van már a hálózattól a genezisen által az élősködő kifejezésig és az alapítás kérdéseig és tehát mindenféle olyan szavak, amelyekről nem is sejtjük talán, hogy ezek filozófiai kifejezések. Na, ezért gondoltam azt, hogy nem is annyira erről a könyvről kellene, nagyon röviden beszélnem, talán a Szernek az életútjáról, mármint filozófiai életútjáról, amelyik úgy indul, hogy jó pár év komoly kutatás után lerak az asztalra egy olyan könyvet, amely alatt leszakad az asztal, ez pedig a Leibnizről szóló kb. 800 oldalas könyve. Ugye azért Leibnizről, mert, mert szer a második világháború utáni mondjuk úgy kibernetikai, tehát rendszerelméleti gondolkodásnak lett az egyik képviselője, és Leibnizben találta meg ennek a forrását, Uh, tulajdonképpen a, a modern tudományos uh, rendszer és módszert tannak a megalapozójaként tekint uh, uh, Leibnizre uh, a hálózat elmélet és a rendszerelmélet elmélet uh, uh, megalapítójaként. Ez egyébként egy ilyen szinte kötelező ugye egy, uh, lerakni egy ilyen nagy művet a, 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 egy francia filozófusnak, hogy uh, valahogy bekerüljön a... a a mainstreambe, és ezután nekiáll tulajdonképpen a saját filozófiája kidolgozásának, ami úgy néz ki, vagy én legalábbis úgy képzelem, hogy a minta számára Gaston Bachelard volt, tehát egy szintén egy nagy francia tudományfilozófus, aki talán tudják, hogy írta négy ős elemről öt darab könyvet. Azért ötöt, mert a Földről kellett kettőt írnia. Ugye az egyik a, a, a föld és, a, és az a, akarat, tehát a munka és egyéb ilyen dolgok, a, a másik pedig a Föld és a nyugalom. Az első négy az, amelyik a, az őselemekkel foglalkozik. Ennek mintájára írja meg, én azt gondolom, Szer a, a Hermész öt kötetét és annak az első négy kötetét, ami a, nem, nem a négy ős elemmel, hanem a négy ős viszonyjal foglalkozik. Ezek a, a kommunikáció, a, a transláció, tehát a fordítás mondjuk, a disztribúció, tehát az elosztás és az interferencia. Hogy mik ezek? Hát ezek a, mondjuk úgy, hogy a, amit úgy mondanánk, hogy a szubjektum, szubjektum, a szubjektum, objektum, az objektum, szubjektum és az objektum, objektum viszony. Persze a poén az, hogy ezek helyett állnak ezek, tehát a, a szubjektum és objektum fogalmát próbálja ezzel le leváltani szer, tehát a viszonyokból születnek ezek a pólusok, ugye nem a pólusok között teremtődnek ezek a, ezek a bizonyos viszonyok. És ö, a, ezzel ugye belekezd tulajdonképpen a, a, a viszonyok rendszer filozófiájának a lassú kidolgozásába. Méghozzá úgy, hogy egy kis kitérőt tesz az első négy kötet után, és megírja a Fizika Születése című művét, amelyik az atomizmussal foglalkozik, méghozzá Lukréciusnak a híres első századbeli műve alapján. Ugye itt is a Leibniz uh, visszhangzik ebben, de, de nem a monászok és nem az atomok érdeklik elsősorban, hanem immár uh, az, hát, illetve hát az, ugye az a, az, a, az, a, titok, ami miatt annyit bírálták a, az ókori uh, atomistákat, mondjuk Démokritoszt, hogy hát, uh, ugye emlékeznek talán, hogy az van, hogy úgy, úgy, úgy esnek lefelé az, a, az atomok, hogy, hogy mi az, hogy lefelé, és mi az, hogy esnek, arról azt nem magyarázza meg Démokritos, de úgy esnek lefelé az, az atomok, és egyszer csak uh, kitérnek. Ugye ez a kitérés, ezt, ezt hívják a gö, görögök Klinamennek, tehát, hogy van egy kitérés. Ez alapján utasított el egyébként Arisztotelész az egész elméletet, hogy ez egy marhasság, és el is tűnt az atomizmus. Ugye egészen a 17. századig gyakorlatilag nincs, nincs atomizmus. Na, szer ezzel foglalkozik, ezzel a bizonyos kitéréssel, ezért az alcíme a könyvnek az, hogy a turbulenciák, vagyis az örvények és az áramlások, vagyis nem az atomokról van itt szó, hanem arról, amit úgy hívhatnánk mondjuk, hogy morfogenezis, vagy úgy hívhatnánk, hogy a világnak a születése. Ugye, és elkezdődik tulajdonképpen egy ontológia felépítése, immár már nem absztrakt viszonyokban gondolkodik, hanem az egész világnak a kialakulásában. Mindig is ez érdekelte, mindig is az érdekelte, hogy hogyan lesz a, hiszen rendszerelmélész, ugye, hogy hogyan lesz a káoszból rend. Egy olyan korban egyébként, azért ezt tegyük hozzá, többször beszél erről, interjúkban, sok helyen ír is erről, hogy nekik az ő nemzedékének a nagy élménye, vagy traumája az, az Nagasaki és Hiroshima volt. Tehát az, hogy, a, hogy az emberiség képes ugye, elpusztítani önmagát, nem csak a, genocídiumok genocidiumok formájában, hanem ugye olyan, olyan fegyverekkel rendelkezik, amelyik, amelyik uh, tulajdonképpen ugye a, a, a világ az egész föld elpusztítására képes. Csak hogy ugye itt utána vagyunk ennek az élménynek, és nem előtte. A második világháború előtti filozófia, most bocsánat, nagyon leegyszerűsítem a kérdést, de ez Franciaországban ott a szer számára is ugye jelen való dolog volt, az, az tulajdonképpen a semmi problémájával, a lét és a semmi nagy metafizikai problémájával foglalkozott. Heidegger, de leginkább Sartre, Ugye, és ezt a metafizikát váltotta fel a második világháború után, én úgy gondolom, vagy én úgy képzelem, vagy úgy értelmezem. éppen ez a másik probléma, hogy, hogy mindig van valami, tehát hagyjuk a semmi metafizikáját, mindig van valami, de ez, ez a valami, ez, ezt, ezt a káosz, az entrópia, fenyegeti, vagyis valahogyan a, a káosz és a rend problémájával kell foglalkozni, ugye meg kell találni azt a, azt az optimumot, hogy egy rendszer elméleti alapfogalmat mondjak, tehát azt az optimumot a, a rendnek és a rendetlenségnek, azt az optimumát, ami a legtöbb lehetőséget, a legtöbb szabadságot, de egyben a legtöbb biztonságot is. Nyújtja az emberiség és az egész szisztéma, mondjuk az ökoszisztéma számára. Szóval ez lesz, ez lesz leginkább a probléma, és, a, és így jövünk az ötödik kötetig, ugye miről is szól a Basalár ötödik kötete, a nyugalomról, arról, hogy a Föld az nem pusztán egy anyag, nem pusztán egy őselem, hanem hát. Valami, amin a lában megvethetem, ahogy a fenomenológusok mondták. Tehát valami, ami, ami tart, és ami, ami talaj számomra, sőt menedék, barlang, sokat ír a barlangokról Baselár. És valahogy így jut el a szer is oda, hogy, hogy nem elég a négy ősviszonyról írni, hanem kell egy ötödik kötet amelyik az, az egésznek a problémájával foglalkozik, csak én már nem úgy, ahogy Bachelard, és nem úgy, ahogy a fenomenológusok, sokat bírálja a fenomenológusokat, ez ugye divat Franciaországban az elmúlt néhány évtizedben, mindig bele kell rúgni a fenomenológusokba. Ugye azért, mert, 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 mert ezer, mondjuk 1972-ben, nem tudom a dátumot, bocsánat, de itt is említi. Ugye a, 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 amikor először lefényképeztük a Földet, ugye ez egy nagy pillanata volt, amikor az emberiség először láthatta kívülről a Földet, és ebben a pillanatban megszűnt az a, az a, az a fenomenológiai Föld, ami ez a Föld itt, tehát ez a talaj, amin a lábunk van, és a, a Föld újra valahogy egy szembenálló dolog lett, vagy hát először egy szemben álló dolog lett velünk, sőt, ugye ez a, ez a nyugalom, amiről Baselár beszél, ez is megszűnt, a Föld megrendült, ahogy írja a természeti szerződésben, a Föld, a föld remeg, a Földnek fáj. Ja, a földrengésről is ír ö, egy nagyon szép le, leírás. nagyon szép leírások vannak benne egyébként, a hegymászásról, a hajózásról, a földrengésről, a, a rengeteg, rengeteg ilyen dologról. Szer egy nagyon szer egy író, ezért, ezért nehéz fordítani, és ezért sem lett olyan híres szerintem az Egyesült Államokban például, tehát nem egy szisztematikus gondolkodó aki valami fogalmakat kifejtene, és aztán a konklúzsont levonná, hanem egy író, aki az élmények, a fantázia, a, a, a leírás, tehát a tapasztalatnak a, a, a keverékével, és újra és újra, tehát ebben az ebben a, a örvényben mozog mindig. Na tehát, hogy kell egy, ilyen, kell egy ilyen könyv, ez lett 1980-ban az Észak-nyugati Átjáró című ötödik Hermész kötete, amelyik, amelyik tulajdonképpen, az, a, ugye ez a négy említett viszony után el, kizúmol ebből az egészből, és elkezd a lépték kérdésével foglalkozni a lokális és a globális kérdésével, a Föld egészének a kérdésével, persze úgy, hogy ez is az állandó káosz lesz, tehát tulajdonképpen újra és újra kimutatja, hogy akár időléptékben, akár térléptékben mozgunk, ezek már nem, nem olyan módon kezelhetőek a számunkra, tehát úgy mindig összekeveredik, minden újra és újra összekeveredik. És ezzel párhuzamosan egyébként folytatja tovább a, a viszony filozófiának a, a felépítését. Tehát, ha már megérkeztünk a földre, akkor ugye innentől létezik, például függőleges és vízszintes, ír egy könyvet az, az angyalokról, ugye ez lesz a függőleges viszonynak a. A könyve egy gyönyörű repülőtér leírás van, a szárnyakról így kezdődik a könyv. Aztán ír egy könyvet a vízszintes viszonyról, a hidakról, a Lárp Pontifex az az alcíme, amit ő maga is szerelmes könyvnek nevez. Uh, és ne gondoljuk azt, hogy híd az csak szilárd van, hanem van uh, légnemű híd, van folyékony híd, van uh, tűzhíd is. Uh, tehát a köldök zsinortól kezdve uh, mindenig, ami a, a vízszintes összeköttetést uh, megteremti, az, az ebben benne van. De itt is látjuk, hogy uh, tulajdonképpen egy folyón vagyunk, tehát a, a, egy folyón utazunk, ahol a, elérünk a hídhoz, a híd előtt és után örvények vannak a, a pilléreknél. Tehát tulajdonképpen ez a világ épül folyamatosan, és persze vannak emberek, elkezd egy. egy tulajdonképpen egy valamiféle társadalom filozófiát is, ilyen kibernetikus szemszögből, vagyis egy új, újabb viszony tűnik fel, ez talán a leghíresebb könyve, a, 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 címe miatt szokták elolvasni, mert hogy olyan vonzó, ugye ez az élősködő, ez az élősködő könyv, ugye az az alaptétele, hogy mindannyian élősködők vagyunk, amikor megszületünk, akkor nem tudunk mások lenni, mint élősködők, tehát a kis a kisgyerek az élősködik a, a az, az anyja testén. És ugye az, ez a bizonyos felnövés, mert hogy közben ír pedagógiai könyveket is, ez a felnövés, ez, ez tulajdonképpen egy olyan folyamat, ahol, ahol a az élősködőből valahogyan szimbiótává kell válnunk. Nagyjából itt érkezünk meg a, a Természeti Szerződés című könyvhöz. Tehát az az, az, az alapgondolat, hogy az emberiség az évezredeken keresztül tulajdonképpen élősködője volt a természetnek, és, és hát most már olyan dolgokat művelünk, Amely, amelynek köszönhetően ugye a, a, természet életre kelt, nem abban az értelemben, ahogy köznapian szoktuk mondani, hogy a természet él, hanem abban az értelemben, hogy, hogy átváltozott, szubjektummá változott, puszta objektumból, és reagál arra, amit mi, amit mi teszünk vele. Ez egyébként annak köszönhető, hogy az emberiség is átváltozott, csak hogy az a kicsit a szer ontológiájáról még egy kis ízelítőt adjak. Ugye az, az is benne van a könyben, hogy már Hobbes leírja azt, hogy amikor az emberek nagy tömeggé válnak, akkor, akkor emberből átváltoznak állattá. Ugye ez a leviatán, és aztán, amikor még nagyobb tömeggé válnak, akkor tulajdonképpen egy újabb ontológiai változáson mennek át. Ezt tapasztaljuk manapság. Például ugye, a legszebb példája azok a hatalmas megalopoliszok, amelyek kialakultak akár Európában, mondjuk Milánótól Dublinig, akár a Kína bizonyos részein, vagy Japán bizonyos részein. <kül> Itt azt mondja, hogy ezek ezek tulajdonképpen egy olyan, olyan tárgyak, világtárgyaknak nevezi őket. Egyébként amelyek ugyanolyan geológiai tulajdonságokkal rendelkeznek, mint mondjuk a, a tengerek vagy a, vagy a himalája, hegység. Tehát az ember a, egy bizonyos tömeg fölött egyszerűen dologgák, Kőzetlemezzé változik, olyan, olyan geológiai egységé, amely, amely mindazokat a tulajdonságokat hordozni képes, amelyet mondjuk a Himalája hordozni képes, tehát befolyással van a fényviszonyokra, a szelekre, az állatok vonulására, a vizekre, a hőmérsékletre, a mindenfélére. Tehát, hogy itt több metamorfózis zajlott le, és ez az az új helyzet, amelyik tulajdonképpen arra kényszerít minket, hogy, 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 hogy egy új viszonyt alakítsunk ki az egész Földdel és, és magával a, ter, a természettel. Ezt nevezi természeti szerződésnek. Ugye ez egy, ez egy jogfilozófiai könyv de ne ijedjenek azért meg, nincs tele mindenféle jogfilozófiai fejtegetésekkel, de mégis az alapja, ezt ő maga mondja, jogfilozófia, ugye a társadalmi szerződés elméletek mintájára alkotja ezt meg szer, tehát azt mondja, hogy kellene kötni ugye egy természeti szerződést, sokan ezt kinevették, rengeteget bírálták, Luc Ferry például csak, hogy egy franciát mondjak. Azért is mondom, mert az megvan ez a könyv, a új, mit tudom én, nem szeretem a Luc Ferry, nem tudom a címét, de van egy ilyen, Luc Ferry, egy könyve van, tudtam a magyarul, abban nagyon élesen bírálja a szer, mondvá, hogy micsoda marhasság ez, hogy hogy tudna a természet aláírni egy szerződést, és szer válaszol már egyébként az eredeti könyvben, de aztán a, ugye hozzáraktunk egy másik szöveget, ami tíz év múlva ez a Visszatérés a természeti szerződésre című kis könyvecske, egy 30 oldalas könyv, felkérték, hogy térjen vissza a, természeti szerződés témára, és ebben is írja ezt, hogy rengeteg támadást kapott emiatt, csak épp arra nem gondoltak, hogy na és a társadalmi szerződést kiírta alá. Azt se írt alá senki, ugye, tehát, hogy itt, nem, itt nem, nem, így kell azért erre gondolni. Ez nyilván egy, egy, egy gondolkodásmód. Tehát az, hogy, az, hogy ugye állati jogokról régóta beszélünk, anélkül, hogy az állatok be tudnának perelni minket, de hát bepereli más ember az állatok nevében. Ugye már középkorban voltak állatperek. És ugye ő tulajdonképpen arról, vagy afelé próbál minket terelni, hogy, hogy hát a növényeknek, a köveknek, a folyóknak, a, tehát mindennek, és legfőképpen az egész szisztémának igenis vannak jogai, igenis sérthető, és igenis ilyen alapon kell és lehet védeni. Azt hiszem, hogy lejárt az időm. Köszönöm. Szépen köszönjük Seregi Tamásnak a szerintem rendkívül izgalmas és mindenképpen csináló előadását. Jó volt egyébként hallgatni, hogy már így barátilag mondva neked Tamás, hogy ennyire egy számodra is fontos és élvezettel, nem tudom, olvasott és szerről élvezettel gondolkodsz, és ennek a ennek van egy olyan sugázás, ami szerintem így önmagában is kedvet tud hozni ehhez. De szerintem érdemes lesz ezen a ponton átadni a szót cséfalva Andrásnak, egészen pontosan a porondot, mert egy rendhagyó performanszról lesz szó, és amikor gondolkodtunk bálinta, hogy hogyan lehetne tulajdonképpen mondjuk így a filozófiából, meg a bölcsőzet tudományából kimozdítani a mai estét, akár csak így programszervezés szintjén is, a leges-legelső név egyébként, ami, ami, ami azonnal felmerült, az Csillfalvai András neve volt. Aki valamennyire ismeri a munkásságát Andrásnak, annak nem kell ezt úgy gondolom részletezni. Annyi minden esetre elmondható, hogy talán két évvel ezelőtt volt a Trafóban egy önálló kiállítása Andrásnak, ahol is noha ez egy expre, expressis verbis, nem kerül említésed, de rengeteg olyan probléma ö, ö, ö. Került állása, amit akár most Tamás is érintett, vagy a, amit a, a két szerző egyenként, vagy éppen ebben a nevezetes könyvben összefogva is tárgyalnak. Úgyhogy szerintem ez egy igazán fontos kitágítása lesz ennek a diskurzusnak, és ezzel is meg fogunk ágyazni. Aztán a harmadik etapnak, az utolsónak, ahol pedig Latúr. Mondhatni első magyar ö, ö, válogatás kötetének ö, fordítója Keresztes Balázs fog itt ülni mellettünk, illetve Kellemen Pál a kiárat kiadó részéről. Kun pedig, aki a másik fordítója volt a Latúr kötetnek, sajnos csak ö, ö, virtuálisan, illetve szellemben lehet itt, de ö, az ő ö, munkája is ö, feltétlen elismerése. az ő munkát is elismerése kell, hogy Ö, ö, illessük. Úgyhogy András, ö, ha ö, nem bánod, akkor át is adom neked a mikrofont. Hát ö, na, meglátjuk, hogy azért mennyire lesz ez halálosan rendhagyó. Én azért készítettem néhány képet, és így a hagyomány mentén képzőművészként magamról fog beszélni. Ö, illetve. Ö, az, hogy, hogy, hogy hát egy ilyen, egy ilyen rövid utat fogok néhány képbe bemutatni, és, és azt akarom azon keresztül bemutatni, hogy, hogy milyen kérdések merültek fel bennem, és hogy ezek a kérdések például hogy vezettek a Latúr olvasásához, vagy mik azok a válaszok, amit, amit ott találtam egyenlőre meg, és ez mondjuk hogyan segített, vagy akár mit csinált az én alkotói önmegmagyarázásommal, és aztán a végén pedig egy, éne, egy éneket fogok. Éneklek egyet, na. Így. Um, na jó, hát igazából ezek az első azok az én munkáim, de uh, ezzel akartam csak kezdeni, hogy elmesélem, hogy itt egy útról lesz szó, amit megtettem, és akkor, hogy, hogy mi, is a, mi is volt az a kérdés, ami a legjobban izgatott, vagy ez a, a diplomamunkám körül merültek fel ezek a kérdések. Lehet, hogy az, hogy viszonylag erős természettudományi ilyen hátterem is volt, és emiatt... Állandóan azokat a kérdéseket tettem fel, hogy tulajdonképpen tud-e egyáltalán a képzőművészet valami így érdemben hozzátenni, ami akár csak összehasonlítható lenne azzal, amit mondjuk egy izgalmas biotechnológiai vagy csillagászati kutatás az asztalra tud tenni. És és hogy akár azt is láttam mondani, hogy ez valamilyen ilyen foglalkozásbeli komplexus része, hogy tehát azon hogy hogy tényleg a, akkor én, mi, az, amit én csinálok? És a, a diplomamunkám, az volt a cím, hogy Voldemort, arról szólt, hogy próbáltam olyan fogalmakat keresni arról, amit úgy igazából nem tudtam megnevezni, és akkor kerestem valamilyen ellenséget, hogy akkor tulajdonképpen mi is az a művészet, de... De, és akkor itt, itt, került, itt kezdett el egyre jobban felmerülni, hogy hát, a, Tulajdonképpen a, a, a tudomány, ez a képzőművészet is valamilyen kutatás, illetve uh, lehet, hogy uh, hoz valamilyen új tudást. És akkor ho, 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 mi, mi ez az új tudás, vagy, vagy uh, hogyan lehet ezt kvantifikálni, uh, uh, mit jelent képzőművészeti doktorátus csinálni. Uh, uh, és akkor a... a ennek kapcsán kezdtem el elég sok uh, tudományfilozófiát olvasni, és hát uh, nem nagyon meglepő módon, de igazából lehet, hogy a fordított, uh, fordított effektus állt be, hogy. Uh, um, a, azt, kezdtem, azt kezdtem el észrevenni, hogy tulajdonképpen a rengeteg szöveg igazából a tudományt gyöngíti, vagy a tudomány szilárdságát próbálja valamilyen módon kikezdeni, és ez, ez, ez érdekesnek tűnt számomra, úgy, hogy aztán elég sokat olvasom az úgynevezett Science Wars, vagy hogy lehet ezt nevezni, ami. Tehát arról szól, hogy bizonyos tudományfilozófusok milyen módon közelítik meg azt, hogy miről is beszél a tudomány, és ennek mi köze a valósághoz. Van itt egy ilyen uh, szép grafikon, ez nem tudom mekkora, ahol uh, rengeteg uh, tudományfilozófus így egy ilyen, uh, egy ilyen egydimenzionális uh, grafikonon szét van írva, hogy tulajdonképpen mit is jelent, uh, milyen kapcsolata van kinek a, a valósághoz. És számomra uh, azért ez egy furcsa uh, feszültséget okozott, mert, mert úgy éreztem, hogy ez. Uh, tehát, hogy valahol a, a, mind a két póluson látok valamilyen értelmet. E, és hát tulajdonképpen először tehát Feyerabend, vagy pedig egy kicsit a, ez a triple O filozófusok, de aztán a végül, ami a, a, a leg, leg hát ilyen személyesebb megoldást kínálta számomra, az ez a, Latúr, de hát nyilván nem csak Latúr, de én ő rajta keresztül jutottam egy ilyen pluralista realizmushoz, amit... Uh, uh, tehát legjobban én a, a, ebből a nagy munkájából az Inquiring to the Modes of Existence, tehát a, a, a lét, létmódok, létmódokra való kérdező munkájából ismertem meg, és tehát itt merült föl, hát igazából lehet, hogy egész egyszerű megoldás arra, hogy mi is az a valóság, vagy hogy lehet, milyen új, tuda, milyen új tudást tudunk képzőmészként az asztalra tenni, hogy tulajdonképpen egy az egyszerűség kedvéért lehet, hogy beszéljünk csak egy világról, mert most lehet valami multiverzum, de, de valahogy az egyszerűség kedvéért higgyük el azt, hogy van egy, valós, egy, való, egy valóság, és ezen belül uh, bármilyen résztvevője ennek a valóságnak, uh, egy, egy valamilyen határolt uh, hozzáférési lehetősége van ehhez a valósághoz, és ezért uh, uh, egyszerűen uh, kénytelenek vagyunk állandóan csak ezek között a határok közt érteni ebből a valóságból valamit. Uh, viszont ezekből a, való, uh, ezekből a uh, pontokból, perspektívákból több is létezhet, és ezek nem feltétlenül fedik egymást. Uh, a Latour Modes of, Modes of, Existence könyve pedig azért is érdekes, és talán ezért is érdekes képzőművészként ezt a filozófust olvasni, mert, mert nem a klasszikus, nem teljesen a klasszikus filozofikus nyelvet használ, például nagyon kevés referenciát, vagy tehát visszamenőleges más filozófusokat említ, ami például Azért érdekes, hogy viszonylag könnyű így, be, így beleesni, és akkor foglalkozni ezzel, anélkül, hogy például olvastam volna az összes görögöt. Aztán persze ki tudja, hogy ez, ez mit jelent, vagy hogy ez csak pozitívum, -e, de most ezt ebből a szempontból fogom magyarázni. És akkor. Ö, az volt az érdekes, hogy ezt az új fogalomrendszert, amit ő használ, az próbálja kikezdeni ezeket a klasszikus nagy dualizmusokat, amik például a, az én tudományképzőművészet feszültségemet is fenntartották. Ugye az, az, az objektív, szubjektív, test, lélek, vagy látható, láthatatlan természet és ember közti nagy kettősségek, amiket én úgy éreztem, hogy, hogy Latour akár ebben a könyvében is valamilyen módon felold azzal, hogy ilyen új, új fogalmakat kínál, hogy, hogy, hogy ezek, a, ezek, az elemek hogyan épülhetnek föl egy ilyen más szemszögből. És hát tulajdonképpen az egyik legizgalmasabb fogalom ezek közül, én nem csak erre térek rá, az a, a, fiction, ami egy olyan fajta létmód, ahol a, mely szereplőket kínál ahhoz, hogy valamiről lehessen beszélni, és ezek a szereplők lehetnek atomok, vagy molekulák, vagy geológiai, vagy geológiai elemek, de ugyanúgy lehetnek színház darab szereplői is, és attól függően tudnak beszélni a világról, de ezért jelenthetnek akár más szemszöget, és tulajdonképpen a, a Ezeknek az agenseknek vagy szereplőknek a, a választása alapján beszélhetünk más aspektusairól a világnak. És ez, ez számomra egy képzőművészetnek tűnt, hogy valamilyen szinten feloldja az egyik problémámat. A másik, a másik ami pedig izgalmasnak tűnt, az pedig a, a, a sebesség. Latúr beszél, arról, hogy tulajdonképpen a, a, tudomány egyik fantasztikus effektivitása abban áll, hogy, hogy ilyen tudomány, vagy tudásrostokat képez, ilyen egymásba kapcsolódó, egyre jobban egymásba kapaszkodó, nagyon stabil objektivitás rostokat. ennek az igazi hátránya csak az, hogyha becsületesen van végezve, akkor nagyon lassú. Uh, és ehhez képes vannak olyan pillanatok, amikor uh, tulajdonképpen képtelenek vagyunk ezt betartani. És ott, uh, lehet, hogy az egyik ilyen pillanat akár a klímaválság is lehet, de uh, egy nagyon egyszerű példa az is lehet, hogy vannak olyan pillanatok, amikor valaminek el kell, kell magyarázni, hogy szeretlek, és akkor abban a pillanatban lehet, hogy nem a, a neuron kisülésektől kell kezdeni és, el, és elmagyarázni, hanem egyszerűen egy, egy más. Uh, egy más szereplő szettet kell választani ahhoz, hogy ezt el lehessen mondani. És, és ez, a, ez a típusú gondolkodás, hogy tulajdonképpen a, akár a képzőmész nyelve is lehet az, amelyik ugye a hétmérföldes csizmával elugrál valahova a jövőbe, és nyilván nem annyira konzisztens, mint mondjuk a biokémia nyelve, de ugyanúgy elképzelhető, hogy valami, hogy hogy tud nyújtani nekünk valamiféle tudást, és ez a tudás, hát ezt Tolkien-től loptam, de az egyik ilyen dolog, amiről lehet, hogy a képzőnészet tud a legjobban beszélni, az például a remény, tehát az a pillanat, amikor minden úgy tűnik, hogy egy katasztrófába fog fulladni, akkor, akkor elképzelni valamit, ami, ami hirtelen megváltoztatja az egészet. És ez a típusú gondolkodás, mintha pont a képzőművészetben jelenhetem meg, és ez valamilyen szinten számomra egy ilyen felszabadulás is, mert valahogy így értettem meg, hogy képzőművészként az egyik szerepem, ami lehet, az tulajdonképpen más jövők, elképze más jövők elképzelése, és ahhoz hozzásegíteni, hogy tulajdonképpen ez a jövő valamilyen módon létrejöhessen. Mert milyen gyakran a piactól kezdve, tulajdonképpen az elképzeléseink képzik a jövőt. És meg a legvégére szeretnék csak ilyen két példát mondani, egy negatív és egy pozitív példát. A negatív példa az az, hogy az lehet, hogy mi emberek most így kicsit így ilyen túlkapásban élünk, és akkor tönkretesszük a saját bioszféránkat, de ez annyira azért nem új, mert 400 millió évvel ezelőtt ugyanezt tették az algák is, amikor a fantasztikus effektivitásuk miatt egyszerűen annyi CO2-t szívtak a testükbe, hogy az egész bolygó lehűlt, rengeteg volt az oxigén, rengeteg, és nagyon kevés volt a napsugárzás, és a bolygó úgy lehűlt, hogy az akkori állatvilág háromnegyede kihalt. és Mondok egy pozitív példát, az pedig arról szól, hogy a dinoszauruszok, hát tulajdonképpen ilyen um, násztánc, uh, hódító táncra alkalmas tollazatok, tehát tulajdonképpen egy ilyen szexuális játék. És, uh, és ezekből az eszközökből, ezekből a technológiákból, amelyek ezek a tollak, uh, valamilyen ponton uh, a dinoszauruszok siklottak fák között, és aztán repültek, és elég elképzelhető, hogy az, hogy most közöttünk madarak élnek, az annak köszönhető, hogy voltak olyan dinoszauruszok, amelyek a meteor általi ködben, ez a hamú ködben, ködöt úgy tudták túlélni, hogy felrepültek az égbe, és felszálltak, és ez jelentette a túlélést. Úgyhogy igazából a, hogyha erről akarok beszélni, akkor a, a, a reménynek ilyen sok féle, nem, nem teljesen előre látható a formája is van, és lehet, hogy mondjuk erről lehet jobban a képzőszetben beszélni, mint mondjuk más nyelven. Na, ez volt én és a Latúr történetünk, és illetve főleg én. Egy kis. <laughs> Nyilván a, a, a létezés módjéről lehetne érdekesen beszélni, de sajnos ez. Em, em, nekem nincs ehhez megfelelő filozófia műveltségem. És ez pedig egy. hát egy Thanksgiving ének. Arról szól, hogy egy. egy cowboy az indiánokhoz megy lakni. There's no need to say, but it's hard to see that I'm in fact grateful. Not that I am so pleased to see what I see. The way the valley opens, and watered surfaces, sand and bushes, I not only see the canyon, the coldish minerals that churns, or what might be light reflected, with the vision of constant growth, and also how eyes envision landscape in constantly unfolding incrementation. I close my eyes and join visible and invisible indians <laughs> with open eyes i meet the invisibles some of which still have been unaddressed with open eyes i meet the invisibles some of which still has been unaddressed I lower my pistol belt of visual arguments. Accuse me of hypocrisy or nostalgia, but the hat I leave on. Do not confuse what I say and what I actually do. Do not confuse what I say and what I. Actually I lay down arms and join visible and invisible Indians. I lay down arms and join visible and invisible Indians. Nagyon szépen köszönjük Cséfalvé Andrásnak, szerintem azért meglehetősen és a szó legnemesebb értelemben rendhagyóra sikerült. Különös tekintettel az éneket a végén, ami majd amint elfoglalják beszélgető társaim a porondot, egy anekdotával is azért megvilágítható, éppen Latúrhoz kötődik egyébként. Úgyhogy szeretném megkérni Keresztes Balást. És kellemen pált továbbá szabó Bálintot, hogy akkor eh, fáradjatok ide kérlek, és az utolsó eh, részben eh, beszélgessünk talán eh, a Latúr eh, könyvéről, illetve arról a válogatáskötetről, amit eh, összeraktatok. Közben egy újabb performatív gesztus, a unboxing látható. Bálint foglalj helyet, kérlek. Szóval először is, hogy az jutott eszembe, hogy ha már Bruno Laturról van szó, hogy ö, ö, talán egy-két évvel ezelőtt volt a kortás német filozófus Péter Szoterdáknak születésnapja, és ez valami hatalmas nagy ceremónia volt. És ha minden igaz, a tudósítások szerint egyebek mellett Bruno Latúr is ott volt, és Angela Merkel is ugye tiszteltét fejezte ki a születésnap alkalmával, de ami érdekesebb volt, hogy ha minden igaz, akkor Bruno Latour is felszólalt a születésnapon és sűrű elnézések közepette exkluzálta magát, hogy nem beszél németül és ez neki egy mennyire egy, egy mérhetetlen nagy tragédia, hogy itt a a, itt van egy ilyen hérosz a, a német szellemi panteonnak, és nem tudja köszönteni, de hogy írt franciául egy verset, méghozzá egy ilyen tisztelet verset, és felolvassa ö, ezt ilyen ö, teátrálisan. Na, én valahogy így képzelem mostantól el ezt a nélkül, hogy tudnám egyáltalán a vers miről szól, mert nem jelent meg, vagy én nem olvastam, de valami ilyen gesztusnak ö, ö, képzelem, ahogyan András most ö, előadtad ezt a dalt. Szóval köszönjük, és már ide is fordulok akkor a beszélgetőtársakhoz. társakhoz, Keresztes Balázs a kötet fordítója irodalmár, Kelemen Ke, Ke, Ke -e Pe, Pál pedig szintén irodalmár, ő ugyanakkor a kiárat kiadó szerkesztője, és a posztdigi, vagy digi post még inkább sorozat szerkesztője. Úgyhogy szerintem a legegyszerűbb, hogyha azzal kezdjük, hogy uh, Palit megkérném, hogy uh, néhány szóban uh, foglald már össze, hogy mi is ez a, ez a sorozat, uh, amit uh, elkezdtél nemrég, vagy elkezdtél nemrég szerkeszteni, és pontosan hogyan illeszkedik annak a koncepciójába ez a két könyv, ami ma is, uh, vagy a ma este itt bemutatásra kerül. Ha ez működik, akkor bemutatom. Négy, négy kötete jelent meg ennek a sorozatnak eddig. Végig megyek mind a négyen, nagyon röviden, és akkor rögtön látják is, vagy szerintem kirajzolódik, mint egy magától mögötte levő koncept, vagy nem, de akkor elmagyarázom. Az első kötet az a horvát lovász filozófus szerzőpárosnak egy tanulmánygyűjteménye. Az, az, a, az a címe, hogy a határsértés technológiái, az alcíme pedig az, hogy az alkalmazott filozófiai tanulmányok a posztumán állapotról, ahogy azt megszoktuk, a kortárs filozófiák, méghozzá nagy hatású kortárs filozófiáknak a magas színvonalú bemutatásáról van szó, és néhány esetre való alkalmazásáról van szó ebben a kötetben. Persze a saját gondolatokat sem nélkülözik, de azért itt ezek a tanulmányok, de azért ennek a kötetnek a legnagyobb ö, ö, hozadéka az én felfogásomban az, hogy, ö, hogy, hogy nagyon jól és érthetően is rendszerezi ezeket a kérdéseket, rendszerezi azokat a problémákat, ö, amelyek a. A legnagyobb hatású kortárs, főleg angol száz filozófusokat foglalkoztatják. Aztán itt van a második kötet, ami szintén gyönyörű. Ez egy kicsi, a, egy kicsi hallgatói, és doktorandusz csoportnak a munkája. Ez a csoport nálunk a, az elte a Magyar Intézetben tevékenykedik, önszerveződő csoportról van szó, és a transzmédia jelenségét próbálják vizsgálgatni. Ez egy vékonyabb kötet, de nagyon érdekes. Én például ebből tudtam meg, hogy mi az a transmédia hogy működnek ezek a különböző szálon, különböző médiumokban és különböző diskurzusokban futó elbeszélések, és és egyéb új digitális és nem digitális technológiák és művészeti produktumoknak a kölcsönhatásairól van szó ebben a kötetben. És akkor most érkezünk el ahhoz a két kötethez, amelyet itt látnak ki is állítva, a zöldhöz, meg a narancsárgához. A zöld a szer kötet, amely arról szól, hogy 90-ben írta a szerző, most fordítottuk le, amely arról szól, hogy milyen új hogy lehet filozófia szemszögéből leírni és felfogni egyáltalán azt az új problémát, amit az ökoszisztéma fenyegető összeomlásra jelent. A másik kötet pedig a latúrkötet. kötet, személy szerint én ezzel dolgoztam a legtöbbet. Ezt keresztes balázs állította össze, és a hajós, emlékszem, a legnagyobb részét ő is fordította. Ez egy reprezentatív válogatás akar lenni a Latúr életművéből, ami egy lehetetlen vállalkozás, mert annyira termékeny szerző, és olyan régóta van a porondon, hogy már neki is vannak különböző korszakai, amikor különböző problémák és megközelítések foglalkoztatták, szóval nehéz egy ilyen átfogó képet adni róla, de most, amikor forgattam, meg, meg amikor szemináriumon olvastatom. Most azért látom, hogy azért összetudnak állni ezek a tanulmányok, például abban a kérdésben, hogy mi az, hogy realizmus, vagy mi az, hogy valóság, ezt ma már megpendítették. De erről majd még beszélünk, meg majd nem én feltétlenül. Igen, szóval, hogy ezek a kötetek. A koncept az talán körvonalazódik, Aktuális kérdésekről nem feltétlenül halott szerzők munkáit kiadni, nem klasszikusokat ápolgatni, lehet, hogy ezek majd feledésbe merülnek húsz év múlva, de most ezek égető kérdések, és ezek a szerzők benne vannak vastagon a, a, a médiumokról a természetről és egyáltalán a jelenünket, jelen társadalmát foglalkozató legégetőbb kérdésekről folytatott vitákban. Ha lehet itt egy nagyon pici reklámot is csapni a következő köteteknek, az egyik a posztdigitális nyomtatásról fog szólni, vagyis arról, hogy a posztdigitálisnak nevezett korban, ugye ezt egy bizonyos tudós csoport hozta be a diskurzusba ezt a kifejezést, hogy ebben hogy néz ki a nyomtatásnak a múltja, jelene, jövője. Ugye sokat, sokat fantáziálunk arról, hogy lesz-e könyv, nem lesz könyv, mire fogjuk használni, stb. 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 Ez egy viszonylag szisztematikus és művészi projekteken keresztül bemutató tárgyalása ennek a problémának. Aztán talán ismerős a név, talán nem maguknak, Félix Stalder neve, aki egy svájci média művész és média filozófus. Ő írt egy Postmodern Condition című, szerintem őrült jó könyvet, viszonylag kicsi, úgyhogy gyorsan lefordítható. Ez lenne a, a rákövetkező következő kötet. Csak annyit mondok erről, hogy azzal a fejtegetéssel nyit, hogy a Digitalizált társadalomnak miért emblematikus produktuma a mesáp? És itt most visszaadom a szót a valakinek. Akkor, hogy tovább mesápoljuk a kérdéseket. A balázsnak talán, ami legfontosabb lenne, hogy személyes tapasztalatból kiindulva, hogy volt tulajdonképpen a koncepció megvolt-e már előre, hogy mi az, amit beszeretnél, vagy beszeretnétek mutatni pályévet Latúr munkásságából, vagy, vagy menet közben bizonyos főbb szövegek mentén már kristálysodott tovább, hogy milyen. És egyel tágabbítva ezt a kérdést, hogy, hogy, az itt felvontató tanulmányoknak a sora, az mennyiben szól mondjuk elsősorban egy-egy meghatározott disziplina Szaktudósának, illetve mennyire alkalmas arra, hogy adott esetben mondjuk a kortárs kulturális szintér egyéb területein vagy ilyen szakágaiban tevékenykedők számára is ugyanolyan inspirációval szolgálhasson. Hűha, köszönöm a kérdést, ez elég komplex kérdés. Um... A válogatással kapcsolatban annyi, hogy nem is tudom, most fejben meg nem tudnám mondani, hogy összesen hány szöveg van a, a kötetben. 15 uh, körül van a szám, de igazából ez nem mérvadó, mert vannak egészen rövid szövegek. Azt hiszem, van egy, van egy négy oldalas szöveg, aminek az a címe, hogy visszakaphatnánk-e a materializmusunkat, kérem. Uh, és ez a, ez a kötetnek a legrövidebb szövege, uh, azt hiszem, négy oldal összesen, és szerintem idefelé a Palival telefonon beszélgettünk arról, hogy talán most már értjük, hogy mit akar abban mondani, mert annak ellenére, hogy az, az az egyik legrövidebb szöveg, valószínűleg az egyik legbonyolultabb, vagy legalábbis a legmesszebb vezetnek a filozófiai következtetései. Viszont vannak egészen hosszú szövegek is talán, Ebben a tördelésben van olyan tanulmány, ami majdnem száz oldalt kitesz. Szóval, szóval elég vegyes. Elég vegyes terjedelem szempontjából a válogatás. A tartalmi részére meg annyit tudok mondani, hogy, hogy amikor a PALI elé vittem a válogatást jó pár évvel ezelőtt, akkor nagyon maga biztosan mondtam, hogy ezeket a szövegeket kell fordítani, mert mert ezek nagyon jók. A valóság az, hogy hogy annak egy nagy részét még én se törtem fel igazán. Szóval voltak olyan szövegek benne, amikkel. amikkel ez ugyanolyan, mint a tanításnál, hogy nagyon sokszor jó, 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 pszichológia az, hogy olyas valamit tanítson az ember, amit nem ért, mert majd tanítás közben rákényszerül arra, hogy megértse. Hát a fordítás az, az hatványozottan ilyen, mert ott aztán még kevésbé, sem, még kevésbé lehet el, elmaszatolni a dolgokat. Úgyhogy nagyon sok olyan szöveg is van benne, amit, amit nagyon szerettem volna megérteni. Um, azt hiszem, ami a válogatáshoz egy fontos, meg talán a közönséget is érdekelheti ez a szempont, hogy a válogatásnál egy olyan két fontos szempontom volt, az egyik az az volt, hogy azért az egy elég jól ismert vagy jól látható tendencia volt akkoriban, amikor ez az ötlet kialakult, hogy fordítsunk Latúrt 2016-17 környékén, amikor jött az ötlet, akkor Latúr legalábbis amennyire én Lát, beláttam a, 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 színteret, és akkor nagyon elég sok időt töltöttem Németországban, akkor Latour neve a leggyakrabban idézett szerzők közé tartozott. Nem tudtam megtalálni azt a statisztikát, de hogy, hogy sokat idézték, hogy volt egy év, amikor, amikor Latour a tudományokon belül jobb, egy nagyobb, magasabb idézettséggel rendelkező szerző volt, mint Foucault, Marx, meg Derrida. És ezt hogy nehezen lehet el, én Ez, Azt hiszem, ez is a 2010-es évek elején lehetett. Nem, láttam ezt a statisztikát, most nem találtam meg. Minden esetre az biztos, hogy, hogy ezekben az években, amikor, amikor én elég sok időt akkoriban Németországban töltöttem, akkor én ezt éreztem a bőrömmel, hogy szinte mindenhol latúról beszéltek, a szövegeket, amiket olvastam, latúr hivatkozások voltak benne, egyetemi kurzusokat láttam latúr tematikával, úgyhogy Úgyhogy az, az egy erős késztetés volt, hogy, hogy, hogy foglalkozni kell vele. A másik pedig az, hogy, hogy ilyenkor felmerül a kérdés, hogy nyilván fordítani is jó lenne, mert ugye azt talán érdemes elmondani, mint ahogy a szer esetén is elmondta a Tamás, hogy van egy, volt már egy korábbi szer fordítás, ami nem annyira reprezentatív. Na most a Latúr esetében a, jó hír, hogy jó, is, jó hír és rossz hír is van, a jó hír az az, hogy a Latúr valószínűleg főműve a Sohasem voltunk modernek című kötet, az megvan uh, 99 óta az Osirisnak ebben a uh, horror-metafizika sorozatában, ami arról híres, hogy egy olvasás után szétesnek a, a könyvek, azok a fekete bagyos uh, borítójú dolgok, és hogy ez egy szerencsés dolog, hogy ez megvan, a, 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 a talán rosszabb hír... A prózai az, hogy, hogy abszolút beszerezhetetlen ez a kötet, a másik meg az, hogy amennyire én megítéltem, olyan nagy visszhangot nem vert a, a. Hát fogalmazzunk úgy, hogy a humántudományokban amennyire rá, látok erre. Úgyhogy volt mindenképpen egy késztetés, hogy legyen, és akkor itt szembesül az ember azzal a problémával, hogy ha már fordítani akarjuk, hogy akkor mit fordítsunk, mert hogy ugyanúgy, mint a szernél, nagyon elgazó az életmű, van olyan kötete, amiben, amiben természettudományi laboratóriumokat vizsgál, a, a antrop tudomány tudományfilozófiai vagy, vagy antropológus szemmel. Akkor van olyan könyve, amiben egy hosszú tanulmányt szentel a, a jognak akkor van egy könyve, amiben, a, ha jól tudom, a párizsi, hát nem fogom jól mondani, de hogy valamelyik metróhálózatát elemzi annak a működését. Akkor van olyan könyve, amiben a saját elméleteit magyarázza meg. Abszolút ha egy reprezentatív könyvet kéne választani, akkor azt mondanám, hogy jó döntés volt 99-ben lefordítani, a soha sem voltunk moderneket, mert ez a, tényleg az egésznek a csúcsa, csak odáig el kéne jutni. Szóval hogy ahhoz jó lenne, hogyha lenne más egy, egy olyan korpusz, amin keresztül a főművet, ami valószínűleg az egyik legbonyolultabb műve, meg lehetne érteni. És, és akkor hát így jött az ötlet, hogy, hogy legyen egy válogatás, és a válogatásnak a fő szempontja, az alapvetően az volt, hogy mert nem akarok pessimista lenni, de, de az, volt a, az volt a gondolatom, hogy kis esély van arra, hogy rövid időn belül Latúrnak a főbb könyvei le lesznek fordítva magyarra. És ha ez a helyzet, vagy ezzel, ebből indulunk ki, akkor akkor vajon érdemesen megfogni az egyik híres könyvét és lefordítani, és azt mondani, hogy na most már ez is megvan, vagy csinálni egy válogatást, és akkor a válogatásban meg megpróbálni olyan szövegeket összeválogatni, amelyek mind, mind hogyha tudnának kép, képviselni, vagy bevezetőt bevezetőt adni azokba a tematikákba, amelyekkel egyébként a könyvek, a Latúr monográfiai, ha azokat monográfiainak nevezhetjük, azok külön is foglalkoznak nagyobb terjedelemben. És szerintem, hát nyilván majd a, ezt az olvasók fogják eldönteni, de szerintem abban az értelemben talán, talán jól döntöttünk, hogy, hogy most, hogy a sokadik letisztázás után végreágtuk a szöveget, hogyha valaki most megveszi a könyvet, hazaviszi és elkezdi lapozgatni, akkor ebben talál olyan szövegeket, amelyekben Latúra egészen prózai, tárgyi témákról beszél, mint például a, a hidraulikus ajtóbehúzóról, ha jól látom, ott is van egy ilyen a bejáratban, vagy a, a nagyon furcsa, szerkezetű berlini kulcsokról, vagy akár... A, pasztőrnek a mikróbákkal kapcsolatos kutatásairól, egészen odáig, hogy hogyan változtatta meg a tudománytörténetet, például a, nyomtatás vagy a perspektíva. Szóval hogy ezek mind külön, különálló témák, és, és, nagyon remélem, hogy, hogy nyilván, ez, és akkor erre át is, át is térnek a második kérdésem, mert ha jól emlékszem, az volt a kérdés, hogy kiknek szánjuk ezt a könyvet, vagy kik számára lehet érdekes. És ez egy iszonyat nehéz kérdés, és nem is fogok belemenni igazán, már csak azért sem, mert hogy magát latút sem lehet Isten igazából záró közé tenni, mert egy olyan szerzőről van szó, akit, aki alapvetően antropológus, tudománytörténész, nem a hagyományos értelemben, de abban az értelemben mindenképp, hogy bejelenéleszkedik ebbe a francia tudományfilozófiai vonalba, amit Tamás fel is vázolt az elején. Ezen kívül nagyon nagyon, nagyon markánsan jelen vannak a jogi problémák a műveiben, és aztán a, az életműnek a vége felé, meg egyre inkább az ökológiai problémák. Szóval nagyon sokrétű az életmű, már, már magát Laturt is nagyon nehéz kategorizálni, talán a legegyszerűbb filozófusnak nevezni, azzal talán nem vétünk nem nagyot, és akkor ez, ez abban a szempontból segít, hogy, hogy tényleg... E, vagy a legegyszerűbb tényleg azt mondani, hogy elméleti író, és akkor ezzel a gumifogalommal mindenki megtalálhatja benne a, a, sajátját. Miközben erről beszéltél, éppen az jutott eszembe, hogy még meg sem említettük, hogy voltak éppen, amiért érdekes, hogy az ötödik Down to Earth programsorozat immáron ugye megvalósulhatott. Az egyébek, mert annak is köszönhető, hogy ezt a címet ugye éppen Bruno Latour egy nemrégiben megjelent és fontos könyvéről től kölcsönöztük, ahol egyébként nagyon sok hasonló is lehet látni, nem a plágium szót mondanám, de mindenképpen az erőteljes hatásokat a a Michelszer természeti szerződés gondolatban. Amit ezzel csak akartam mondani, hogy mindenek, minden szempontból egy, egyen fontos kérdés lenne nekem, akár ilyen tudomány, szoció, vagy metaszociológia, hogy, hogy, a, hogy vajon mennyiben alkalmas a latúra arra, hogy, hogy, a globális vagy posztglobális ilyen tudás termelés helyett egy újfajta tudatosságot, amit mondjuk ki nevezhetnénk planetáris, vagy valamilyen kritikai, ökológiai, tudatosság, ami, ami, ahhoz lenne fontos, hogy ahogyan elkezdi ugye a, 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 sohasem voltunk moderneket, hogy a valóság úgy épül fel szó szerint, mint ahogyan kinyitjuk a reggel a, a, a francia vagy akár melyik napi lapot, és megyünk Körbe egy a rovatokon, és akkor van a politika, a gazdaság, van a kultúra, aztán végén a sport, meg a vicrovat, és hogy valamiképpen olyan tudás módokat kéne létrehozni, amik ezeken így át tudnak így ö, 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 ugye, ö, ö, hatolni, vagy egymásba tudnak hullámozni, és a hibriditás fogalmát ö, vezeti ugye, be ö, ö, erre az ilyen áthidaló, vagy nagyobb ilyen tudás egységeken keresztül Ö, 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 mozgó ö, ö, figyelemnél, aminek ugye akkor van egy ilyen enciklopédikus, tényleg a francia tudományfőzőknek ez az enciklopédikus igénye is. Szóval a kérdésem az az, hogy, hogy ti, és akkor ez aztán Bálintot is ö, 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 mindenképpen megszózzam, ez a kérdésem, hogy, hogy, hogy láttok e esetleg erre vonatkozóan fajta potenciált, és mit jelent ez? Mit jelent ez mondjuk egy designer számára, egy filozófus számára, egy muzeológiai szakember számára, a kurátor számára, vagy mondjuk így a, a, a tudástermelés, illetve a, 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 a kulturális és társadalmi ugye átfogóban szervező szereplők számára mit jelenthet? Ki szeretne, megint egy ilyen óriásnak kérdést ö, ö, dobtam fel. Lehet, hogy én elkezdem akkor, hogy nekem van egy ilyen személyes történetem ezzel kapcsolatban, hogy én a MOME doktori iskolájába jelentkeztem és felvettek, és most vagyok első évfolyamos hallgató, és tök érdekes az, hogy egyrészt, hogy én hogy kerülök egy ilyen design egyetemre, és igazából a válasz az egyszerű, az, az, hogy Magyarországon jelenleg, vagy legalábbis Budapesten az egyetlen olyan iskola, ami nem disziplinák mentén gondolkodik, hanem van benne némi nyitottság az interdisziplináris, vagy posztdisziplináris, vagy nem tudom, hogy nevezzem dolgokra. És, és, emiatt nagyon örülök, és nagyon hálás is vagyok, hogy, hogy van lehetőségem ott kutatni. És ugyanehhez kapcsolódóan még eszembe jutott, hogy ha jól láttam, akkor a kötetben benne van az óvatos Prometeusz írása, ami nekem igazából készülve a MOME doktori felvételire, hát azért elég nagy frázba voltam, hogy mégis ez a design dolog, hát vannak róla elképzeléseim, meg fogalmaim, de hogy hát nem vagyok szakavatottja ennek a tudományterületnek, és pont a Zsolt mondta, hogy hát van ez az írása, és olvassam el, és igazából a mai napig azt mondom, hogy meghatározott, gondolkodásomban, meg az, hogy a dizájnt is egy kicsit jobban megértsem, hogy miről szól ez az egész. Úgyhogy külön örülök, hogy ez is bekerült a, válogatos, válogatás kötetbe. És a Tamásnak meg tartott egy előadást ugyanúgy a doktori iskolában erről a természeti szerződésről, és, és hát ott is hasonló dolgok fogalmazódtak meg bennem, hogy hogy Ugye van -e a tudománynak ez a specializálódása, ami nem tudom mióta, de pár száz éve zajlik, és egyre brutálisabb szinten, tehát aki kutató, az is a, az aldisziplina alizének, az al csodáját vizsgálja, és hogy ez a fajta fragmentálódás, ez mennyire vezet majd valóban oda, hogy egy egységesebb képet kapjunk a valóságról, vagy amit a az András mutatott ezeket a rostokat, tehát hogy az, az valóban összeálljon valami formává, vagy mindig csak ilyen szálazások történnek. Szóval nekem, nekem ez egy nagyon nagy ilyen személyes drájvom, hogy, hogy hogyan lehetne egy pozdisziplináris módon gondolkodni, és ez az, amiben Latúr és Szer is egy, szerintem egy nagyon jó példa és hivatkozási pont, úgyhogy ez számomra ezért is ilyen felvillanyozó őket ö, olvasni, és akkor még egy zárójeles dolog a végére, hogy ugye én alkotó is vagyok, és hát ez a, ez a kérdés, hogy, hogy a művészetnek, és az András példája is, hogy, hogy egyrészt van ez a fajta diszciplinák, fragmentációja, problematika, ami szerintem nekem világéletemben nagy nehézséget okozott, mert mindig próbáltam kiebb lépni, és távolabbról nézni, és több szemszögből megnézni a a, a dolgokat, és, és ehhez képest még ott van az, hogy alkotóként, tehát a művészet hogyan tud-e ez a posztdisziplináris gombolyakhoz hozzákapcsolódni, bizonyos szempontból teljesen más nézőpont és szemszög, vagy ahogy egy, egy alkotó dolgozik, gondolkozik, de mégis valahogy bízom benne, és remélem, hogy aztán összeáll valami még nagyobb egészség a, a dolog. Mondok ehhez valamit, vagy emellett, vagy ennek kapcsán, ez majd kiderül. Én akkor ragadtam itt a második körben mikrofont, amikor ez a Danto Earth um, cím elhangzott, mert, mert én tök fontosnak tartom elmondani, hogy, hogy ugye a filozófusnak um, Filozófusnak tituláljuk, mert nem tudunk mit mondani rá, mert már nem szociológus, holott úgy kezdte, de nem igazi antropológus, mert nem azok a tárgyai, ami egy igazi antropológusnak, hanem a saját kultúra felé fordult, és beült résztvevő megfigyelőként egy, egy laboratóriumba, és úgy figyelte meg, és úgy elemezte azt, ami ott történik. Uh, ahogy egyébként idegen kultúrákban szoktunk megfigyelni uh, számunkra nagyon fura történéseket. Mindez sűrű leírással teszi, vagyis interpretatív az egész hozzáállás, nem pedig tehát értelmező és a szimbolikus rendek, a jelentések szintjén is leírja a látottakat, és nem pedig plusztán analitikus vagy deskriptív, amit csinál, de nem igazi antropológus, nem igazi szociológus, holott szociológiai, az egész, a társadalom egészét érintő kérdések foglalkoztatják, például az, hogy amit Pasteur csinál a laboratóriumában, hogyan változtatja meg a, hogyan fordítja ki az ő szóhasználatából a sarkaiból az egész virágot, uh, amelyet olyan pofon egyszerű uh, uh, dolgon tudunk uh, lemérni, hogy mindannyian pasztőrizált tejet iszunk. Uh, és nekem ez a down to earth, nem, mert ez az én perspektívám, nem az ökó perspektíva az enyém, hanem az, hogy itt van ez a szociológus, antropológus, filozófus, és filozófus, mert mindenhez értő valaki, aki a mindennapi valóságunk, a, minden, a hétköznapi világunknak a dolgair, dolgaira figyel addig nézi, hogy hogy működik az ajtóbehúzó, meg a kilincs, amíg aztán nagyon ügyesen el tudja magyarázni, hogy pontosan mit helyettesít egy autó, ajtóbehúzó, egy emberi ajtó, ajtón álló ágenst helyettesít, hogy ezt vajon jól csinálja, vagy rosszul, jobban csinálja, mint az ember, vagy rosszul, milyen komplex szituációk, skriptek, stb. jönnek létre ezekben a szituációkban. Um, aztán ott van az a berlini kulcs példa is, amit a balázs említett, milyen emberi, morális megfontolásokat lehet technikai megoldásokkal implementálni a társadalomban. Egy nagyon különleges kulcsról van szó, amit nem lehet úgy kihúzni az ajtóból, hogy ne csukd be magad után az ajtót. Ugye ki is írhatnánk, hogy kilépés után tessék becsukni az ajtót és aztán meglátjuk, hogy ezt hányan tartják be. De így muszáj betartaniuk az embereknek, mert különben ott marad a kulcsuk az ajtóban, azt pedig nem akarják. Ilyen jelenségeket írja, ami nagyon down to earth, tehát nagyon a hétköznapi valóságunknak a, a, a szférájában megfigyelhetők, és mindannyian mind, minden nap találkozunk ezekkel a dolgokkal. Ugyanezt csinálja, és nekem ez a fontos, és gyorsan válaszolok is arra a hogy kinek ajánlom. Nem tudom, én ilyen, most a kijárat, kiadó kiadványait közelebbről figyelemmel kísérem egy ideje, hát finoman szóval nehéz megjósolni, hogy melyik könyvet kivesz, és hogy abból mennyit. De akinek én ajánlom, vagy amiről én álmodom, hogy ezeket kikolvassák, én arról álmodom, hogy a bölcsész kollégáim olvassák ezt a, ezt a Latúr könyvet. Mert egy kicsit down to earth lesz a, vagy talán ilyen hatással is lehet az ő munkájukra. Ahogy Latúr elmeséli a modern tudományosság kialakulását, a, az alapján, hogy hogyan készítenek újfajta feljegyzéseket, hogyan készítenek újfajta leképezéseket a világról az emberek, ezek hogyan állnak össze, hogyan lesznek ezek kombinálhatók, transportálhatók, ide-oda hurcibálhatók, hogyan lehet a rajzokból aztán a valóságot visszaállítani, hogyha ez egy jól működő műszaki rajz, hogyan lehet így tudást elvinni, hogyan lehet így kolonializálni országokat, hogyan lehet, értik, alulról nézve a dolog. A mindennapi, kicsi, kézzelfogható, tudományos praktikák, amelyeket mindannyian használunk, mert mindannyian jegyzetelünk, mindannyian beszélgetünk, mindannyian rajzolunk, vagy leképezünk, mindannyian fogalmazunk gépben, vagy papíron. Ezeknek a, ezekről mesél sokat. És iszonyatosan meglepő az, hogy, hogy milyen, meta-szintekre, vagy absztrakció szintekre tud eljutni ezekből a nagyon is kézzelfogható példákból, és milyen magyarázó erőt tud ö, tulajdonítani ö, ezeknek, a, ezeknek a kis megfigyeléseinek a, a, a mindennapi életből. Szerintem ez, nagyon, szerintem ez egy nagyon jó perspektíva. Nem vegy tiszta fogalmi munkáról van szó, hogy azt a filozófusoknál megszoktuk, hanem nagyon is oda van kötve, hogy ilyen szempontból szociológus, a mindennapi társadalmi valóságunkhoz az, amiről ír, és az, amiből ő a következtetéseit levonja. Ugye ez nem az ökó perspektíva, arról esetleg valaki más talán tud mondani valamit, én kevésbé, de most ez jutott eszembe viszont. Én megpróbálom a saját szavaimmal ugyanazt elmondani, mint amit a Pali most elkezdett. És Megpróbálok a végén csavarni egyet, mert hogy talán ott lehet átkötni az egészet a, az ökóhoz. Szóval, uh, ugye az volt a kérdésed, és már ha, ha hozzám került volna először a mikrofon, akkor biztos azt mondtam azt mondtam volna, hogy válasszuk ketté azt a kérdést, amit feltettél, mert azt mondtad, hogy ha jól emlékszem, és javíts ki, hogyha nem, hogy hogyan befolyásolja a tudás előállítását, vagy hogyan lehet elképzelni a tudásnak a... a a tudás előállításának a másféle módjait, ha jól, jól emlékszem, akkor ez volt az egyik rész, és akkor hogyan függhet össze ez az öko, ökológiai belátásokkal, vagy az egész helyzettel? És akkor én egyből rávágtam volna, hogy ú, ez két, két, két külön kérdés, ezt szedjük szét, mert erre így nem, biztosan nem tudnék egyben válaszolni. De megpróbálok most mégis, hogy ha. A Latúr sztorit azt mindig úgy szoktam elmesélni, mert volt egyszer-kétszer olyan alkalom, hogy vagy tanteremben, vagy valahogy kérdezték, hogy akkor hogy is van ez a Latúr, és, és amikor le kellett ülnem megírni az utolsót a könyvhöz, akkor is így indítottam el, hogy amit egyébként a Palimer megpendített, hogy hogy a Latúr gondolkodásának, vagy a karrierének az ős jelenete az, amikor antropológusként beül a... a kaliforniai Salk institute a, nem tudom, sejtbiológiai laborjába, és úgy figyeli meg a fehérköpenyes tudósokat, mint hogyha egy etnográfus vagy antropológus lenne a trópusokon, aki az ottani benszülötteket vizsgálja. Ugye ez, ezt a Pali megpendítette ezt a vonalat. És hogy ez bizonyos szempontból azért marha érdekes, mert, mert az antropológiának a nagyon komplex eszköztárát vetítire vagy meg próbálja meg alkalmazni, ami szintén nagyon komplex világunkra. Mert ugye zárójelben az volt a, a feltételezés, hogy ha, hát, hogyha az őslakosokat, meg a benszülötteket vizsgáljuk, akik amúgy is egyszerűbb kultúrájuk van, akkor mi azt az antropológiával, amiben ugye az a pláne, hogy egyszerre tudjuk a tárgyi világukat, a vallásukat, a, a ünnepeiket, a rituáléikat, egyetlen egy komplex nézőpont segítségével vizsgálni, és megragadni őket. hogy ennyire jó az antropológia, akkor miért ne vetnénk be a mi komplex társadalmunkra. Ugye ez volt a Latúrnak a, a feltételezése, de itt azért kisebb tétekbe ment a játék, mert hogy nem ekkora nem ekkora ö ekkorára nyitott perspektívával indított, hanem csak az volt a célja, hogy be, menjünk be a laborba, nézzük meg, hogy a tudósok hogyan csinálják a tudást. Hm. Hogy, hogy vizsgáljuk meg a mi antropológiai módszerünkkel azt, hogy ezek a fehérköpenyes bácsik és nénik, akik itt, itt mászkálnak és a, a patkányokkal, meg a, meg a kémcsövekkel, meg a furcsa iratokkal dolgoznak, ők ö, ők uh, hogyan, hogyan gyártják, hogyan, hogyan állítják elő a tudást. És akkor itt egy kicsit már megelőlegeztem magam, mert hogy a, hogy a Latúrnak az volt a fő felismerése, hogy uh, ugye ennek van egy tudománytörténeti kérdése is, hogy időben hogyan változik a, a tudomány, hogy miben, miben más a mi tudásunk, vagy, vagy uh, mente a laborok által elébb a világ. Szóval, hogy így, így, is fel lehet tenni ezt a kérdést. És, és, akkor Latúr mindig azt mondja, hogy hát valószínűleg nem arról van szó, hogy a mi mai tudósaink okosabbak, vagy nagyobb aggyal rendelkeznek, mint a régi tudósok, vagy azok a, nem tudom, törzsi sámánok, vagy alkimisták, akik egy teljesen más rendszerben gyártották a tudást. És, és az volt a, és az a kérdés, az volt a kérdés, hogy akkor ezt hogyan lehet, hogyan lehet megragadni, hogyan lehet valahogy egyáltalán leírni. És ö, nem megyek bele a részleteibe, de a, a lényeg az az, hogy, ö, hogy egy nagyon pragmatikus, és egyébként a pragmatikus szó az, az megint csak egy olyan kifejezés, ami latúrral kapcsolatban nagyon fontos. Nem csak azért, mert hogy a, a pragmatista szociológiai iskolának a követője a bizonyos szempontból, hanem egészen egyszerűen gyakorlatias szemléletű következtetésre jutottak, mégpedig arra, hogy hát egy pragmatikus, strukturális szinten a laboratóriumnak egy nagyon fontos feladata van, mégpedig az, hogy a visító patkányokból, vagy a kémcsövekből, meg az egyéb, hát nem tudom, ilyen zavaros <laughs> koszos kísérletekből, hogyan lehet papírt előállítani. Ugye ő azt mondja a szövegben, hogy paper, ami ugye egyszerre lehet tanulmány, mint egy publikált tanulmány, vagy egyszerűen a maga fizikai értelemben papír. Hogyan gyártunk, hogyan lesznek a patkányokból, meg a, meg a, meg a kémcsövekből, meg az egyéb furcsaságokból jelek, kommunikálható adatok, meg olyan információk, amelyekkel lehet utána dolgozni. És ez volt egy, egyébként az a szó, ami megütötte a filmet a Tamásnak az előadásában az elején, ez a Laturnál a transzláció, vagy átfordítás. Azért hagytuk transzlációnak, mert nagyon nehéz utána igésíteni, megragozni, meg a, meg a sohasem voltunk modernekben, már így használták, úgyhogy maradtunk ennél a verziónál. És az... A Latúrnak az egyik a fontos következtetése, hogy ezt a transzlációt végzik a, a, a laboratóriumok. Azokból a dolgokból, amiket nehezen lehet szállítani, vagy kommunikálni, vagy átalakítani, vagy kicsinyíteni, sokszorosítani, bármilyen gyakorlatot végezni vele, azt onnantól kezdve, hogy papírra és jelekké transzlálják, vagy a transzlációs segítségével alakítják, onnantól kezdve működik a dolog. A másik fontos észrevétel ebben, hogy ilyen értelemben nagyon nagy szerepe van a tárgyaknak ö, ebben az egész műveletben. Sőt, igazából úgy is lehet írni ezt az egészet, a tárgyak közötti interakciók zajlanának. Hogyan lesz a patkány tetemből papír? Amit aztán. mert ugye a, a tudós konferenciákon nem, nem újra be fogják mutatni a gyorsan lezárom. E, nem, nem azokat a kísérleteket fogják bemutatni, hanem egy elvégzett kísérletet utána megírnak egy tanulmányban, amit publikálnak, és onnantól kezdve az ismeret tud cirkulálni a tudomány körforgásában, és működik a dolog, vagy kiadják könyvben, és. és, 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 és működik. És olyan egyébként a latúrnak egy ilyen kicsit hát nem is tudom mire jó szó, ilyen szivatós stílusában, de hozzáteszi azt is, hogy, hogy hát nagyon fontos összetevő ennek az egész laboratóri, laboratóriumi munkának a légkondicionáló berendezés. Mert hogyha nincs, akkor kedves tudósok, a ti munkátok nem ér semmit, mert hogy megromlanak azok a vegyületek, nincs hűtve semmi, vagy nem tudom, nem cserélődik a levegő, és akkor megdöglenek a patkányok. És akkor ebből azt levonja, hogy a légkondicionáló berendezés az legalább annyira fontos összetevője ennek az egész tudás előállítási folyamatnak, mint maguk a tudósok, vagy a tudósoknak a tudása, vagy az agya, azok is fontosak, de hogy mellette ugyanolyan cselekvőként ezek részt vesznek a folyamatban. És akkor innentől kezdve ez a gondolkodás, amit Latúr, Latúrnak ez az ős felismerése ott a laboratóriumban, ezután működik mindenben, amit, amit a társadalomban csinál, mert ugye a társadalom vizsgálata során csinál, és itt jön el, itt jönnek elő az olyan példák, mint például a ugye a berlini kulcs, amit említett a Pali, a hidraulikus autó, ajtóbehúzó, vagy például egy olyan példa is, ha, amit szokott emlegetni, hogy uh, hogyan veszük rá az autósokat arra, hogy, hogy lassítsanak bizonyos forgalmi csomópontokon. És akkor hát kismillió, kismillió lehetőség van erre. Egy, egyrészt azt mondjuk, hogy törvénybe iktatjuk, és akkor ez lesz a szabály. Hát ezt senki nem fogja ez alapján betartani. Akkor kirakhatunk oda egy rendőrt, egy forgalomirányítót, ami költséges, macerás, neki se jó. Uh, kirakhatunk egy, uh, egy táblát, hogy kérjük lassítson, mint vannak ezek a táblák az autópályán, hogy kösse be a biztonsági övet, vagy érdemes annyira sietni. Nem vannak ezek a táblák, hogy gondoljon, gondoljon bele, hogy megéri sietni, hogyha nem fogod odaérni, vagy nem tudom, milyen hülyeségek. És hogy hát ezek, Ezeknek a hasznossága az olyan, amilyen. Hogy nyilván a forgalmi lámpa az megint egy külön, külön dolog, és akkor a Latúrnak van egy nagyon jó példája, hogy, hogy hát mit csinál gyakorlatilag a fekvő rendőr? Gyakorlatilag uh, egy olyan cselekvő, ami rákényszerít minket arra, hogy lassítsunk. Nem egy, nem, egy, nem egy, kommunikációs jel, nem egy, nem, egy, nem egy írásos vagy nyelvi alapú üzenet fog minket rávenni arra, hogy lassítsunk, hanem effektíve a fekvő rendőr, mint cselekvő, lassítja a forgalmat, mert rákényszerítünk arra, hogy lassítsunk, nem csak azért, mert hogy az az érdekesebb, hogy nem csak azért, mert, mert mi sérülnénk meg, hanem egy másik tárgy, az autónk sérülne meg a folyamatban. Szóval elindítja azt a gondolkodást, és hát szerintem erre is utalta Pali az előbb, hogy ez egy nagyon jó perspektíva, amikor így látjuk a, a világot magunk körül. Hogy a én kiszáradt szám és gyenge hangom és rossz artikulációm mennyire segítené ezt a beszélgetést, ha nem lenne itt ez a mikrofon. Szóval ez a mikrofon, ez egy ugyanolyan cselekvő ebben a folyamatban, mint amiben itt vagyunk, meg a falak is, amelyek mondjuk kint tartják a... a a hideget, meg a maszkok, amik jó esetben védenek minket a Covid-tól. Szóval hogy ezek ugyanolyan, 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 cselekvők. És ez egy, 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 mondat ehhez, hogy... hogy ez a materializmussal függ össze, nem akarok belemenni, marhára nem akarom elfilozófiasítani a a beszélgetés, de hogy, hogy azt mondja, hogy, hogy, ez a tárgyaknak, a, tárgyi, a, nem emberi, ez is egy latúr terminus, hogy emberi és nem emberi, és ugye a nem emberi cselekvőknek, a ajtóbehúzó, a fekvőrendőr, a berlini kulcs, nem úgy tárgyak, meg nem úgy, nem, úgy, nem emberek, meg nem úgy részei a, a materiális világnak, mint mondjuk Marxnál, ahol ezek determinisztikusak. Egy materialista érvelés alapján meg tudom mondani, hogy mi emberek azért csináljuk ezt, mert materiális erők így meg úgy determinálnak minket, meg nem is olyanok, mint nagyon sok szociológusnál. Talán Burgyót említi, de őt én annyira nem vagyok benne otthon, úgyhogy nem akarom, nem akarom ráfózni ezt a, ezt a szalmabáb érvelést, de hogy hogy nem is azt mondja, mint Marxnál, hogy determinálnak minket, meg nem is úgy, mint nagyon sok szociológusnál, hogy szimbolikus kifejeződései az emberi társadalomnak, hanem egész egyszerűen mellettünk vannak és cselekednek ugyanúgy, mint mi, és ilyen értelemben alakítják a mi társadalmunkat. Mert nem az van, hogy van egy, van egy emberi társadalom és egy nem emberi, mondjuk úgy, hogy természet, bármi lehet az ami meghatároz minket, ilyen darwinista módon, meg nem is az van, hogy ez csak szimbolikusan kifejezi azt, amit mi emberek csinálunk, mert akkor minden tárgyal lehetne azt mondani, hogy hát jó, oké, hogy a mikrofon segít az én hangom felerősítésébe, de hát azt mi emberek találtuk ki. Hát ne akarjon már ő, ne akarjon már ő cselekvő lenni, vagy ilyen jogokra átsingózni, amikor, amikor, emberi termék. És Latúr azt mondja, hogy egyáltalán nem így van, egymás mellé vagyunk rendelve. És akkor talán, és akkor itt zárom le az egész nagy narratívát, hogy talán ezzel a gondolkodással jut el oda, hogy hát hogyha, hogyha a nem emberi létezők ugyanúgy cselekvők, meg ugyanúgy részt vesznek a mi társadalmunknak a, 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 felépítésében, akkor, akkor igenis fontos, szóval igen, kapóra jön a latúri érvelés, akkor, amikor ökológiai problémákról beszélünk. Mert hogy, a, mert hogy az ökológiai krízis az nem egy olyan dolog, amit csak emberi szinten, meg csak az emberinek gondolt társadalom szféráján belül kell megoldanunk, hanem ez egy olyan dolog, amiben ugyanúgy szerepe van, szóval mindennek, mindennek szerepe van. Ennek a mikrofonnak olyan szempontból is szerepe van, nem csak az, hogy itt most hogy erősíti fel a hangomat, hanem hogyha majd elromlik, akkor és kidobják, akkor majd Hova fog menni? Tehát, hogy, hogy minden, ilyen szempontból mindennek van szerepe. És ez, így, így jutunk el az ökológiához laton, De én már nagyon-nagyon sokat beszéltem, úgyhogy, úgyhogy lezárom magam. Hogy a, hát még nem került említés, de nagyon adja magát a dolog a koronavírus, mint fekvőrendőr, vagy mint akármilyen példa, amit, amit mondtál, hogy, hogy én pont megnéztem vele egy, Latúral egy interjút a nyáron, és nagyon, nagyon, érdekes volt látni, hogy hát, hogy szerintem neki ez, ez, azért egy nagyon nagy dolog, hogy ez most megtörtént, most mindentől függetlenül, és ez olyan, mint hogyha két vonallal ö, alá húzta volna ez a történet az ő állításait most nem konspirációs elméletet akarok, hogy ő indította el Wuhanból ezt az egészet, de hogy, de hogy azért ez egy nagyon nagy, hogy mondjam, aláhúzása az ő állítása. Csak két megjegyzésem van az egészhez. Az egyik az az, hogy, hogy már a Covid-nak az első hónapjaiban jöttek ki Latour ment, hogy cikkek Latúrtól mindenféle francia sajtóorgánumokban, ahol, ahol reflektált a problémára. A másik meg az, hogy a legújabb könyve, ami azt hiszem idén jött ki, és szerintem pár hónapja jelent meg, annak meg pont az a cím, hogy After Lockdown, hogy a karantén után. Ez egy abszolút. A másik meg ez a személyes megjegyzés, hogy, hogy nem azt mondanám, hogy konspirációs elmélet vagy ilyesmi, hanem, hanem talán, és akkor ez a marketing szöveg része a dolognak, hogy, hogy talán egy gondolkodónak, egy kortes gondolkodónak a relevanciáját talán mutatja, hogyha történnek ilyen jellegű dolgok a világunkban, és azt tudjuk mondani, hogy hát talán a latúr erről tud valamit mondani, vagy a latúr gondolkodásában találok magamnak egy-két olyan fogalmat vagy gondolati struktúrát, amivel le tudom írni azt, ami történik körülöttünk és ez talán nem nem, 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 egy rossz dolog, hogyha az, azon gondolkozunk, hogy milyen könyvet vegyünk karácsonyra. Én azt hiszem, ennél jobb végszót nem is tudnánk elképzelni, nem csak kiadói szempontból, de úgy az egész estére vonatkozólag. Mert uh, itt uh, Seregi Tamás, Cséfalva Jandrás, Keresztes Balázs, Kelemen Pál, uh, illetve uh, a Bálint és az én szervezésemben ugye próbáltunk egy olyan bemutatót tartani, ami rendhagyó módon uh, két uh, rendhagyó módon gondolkodó uh, uh, jelentős francia szerzőnek a, a munkásságáról szól. Uh, és amikor ezen gondolkodtam, akkor az még azon gondolkodtam, hogy uh, ami még érdekesebb, így olvasva már a fordításokat, hogy egyrészt nagyon jó ugye stílussal vannak visszaadva, és működőképesek mindezek magyar nyelven is, de ami még érdekesebb, és ez itt a, a fordításnak a legnagyobb érdeme, hogy átadja a gondolkodásnak a stílusát. Tehát, hogy nem a szövegnek az retorikai, stiláris minősége van, hanem a gondolkodásnak van egy ilyen energiája, intenzitása, ahogyan ráfigyel, kiemel dolgokat. A Michelszernek is egy nagyon saját és sajátos ö, ilyenje van, és a Latúrnak is, ö, ahogyan ö, ezt szerintem nagyon szépen most is bemutattátok, úgyhogy ö, én tényleg csak ö, meg tudom köszönni a bemutatót, ö, ö, a közönségnek is a kitartó türelmet, és hát mindenkit arra bátorítok, hogy ö, ö, olvassanak Michelszert és Bruno Latúrt, és akkor ezt meg is tehetik, hogyha ö, ide járulnak és ö, Kézbe veszik a könyveket. Úgyhogy köszönjük szépen még egyszer a Francia Intézetnek, illetve minden jelenlévőnek. További szép estét kívánunk. Köszönjük szépen.